Sokan abban a tévhitben vannak, hogy az iszlám az arabok vallása. Hát ez egy óriási tévedés. Az arabok közt van bálványimádó, van keresztény, van muszlim természetesen, van zoroaszter és ezer más. De az arabokhoz annyiban kötődik, hogy a Korán nyelve arab és a proféta sallallahu alaihi wasallam arab volt. De a proféta korában is voltak olyanok, még a muszlimok között is, akik őt elárulták, a munafiqun, képmutató. Voltak, akik őt útjában akadályozták, és voltak, akik versengtek abban, hogy lehetnek jobban tagadók és képmutatók. Ezt kevesen intézik a Koránból, hogy innam áli arába asad a kufran wa nifaqa wa ajzdara an la ya'lamu hududa ma anzal Allah ala rasuli. Nincs az araboknál, egy részüknél terül képmutatóbb és Isten tagadóbb és versengőbb, annál miképpen tagadhatnák meg a határokat, melyeket Allah az ő profétájának kinyilatkoztatott. Természetesen nem mindenkiről van szó, egy részükről. De ez a rész ma is itt van közöttünk, akik eladják az iszlámot mindenféle idegen erőknek. És minket is eladnak, vagy szándékoznak. Ez nem az araboké, nem az arabok szülték, és nem ők az atyjuk. Az iszlám mindenkié. Így szól Allah. Ya ayyuhan nas, ó emberek, ya ayyuhallazina amanu, ó kik hisznek, ya bani Ádám, ó Ádám gyermekei, nektek szól. Úgyhogy vegyük magunkhoz, és tiszteletem azoknak, akik nem árulják el az iszlámot, és gerincesen kitartanak a doktrínák és a jogelvek követése mellett. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.